Sziasztok! A biztonság mindenek előtt. Ebben a kis videóban egy érdekes hiba jelenségre szeretném fölhívni a figyelmet, és annak megoldására. Talán segíteni tudok néhányotoknak, mielőtt nagyobb befektetésben kezdenétek a hiba elhárítására. Mi is ez a hiba? Nézzük csak meg! Elindítom a gépet. És megpróbálom leállítani. Nem áll le. Hiába nyomkodom a mikrokapcsolót, nem áll le. Nézzük meg, hogyan lehet orvosolni ezt a problémát. A hibát ennek a vezetéknek a szétcsúszása okozta. Nem szakadás, csak a csatlakozók szétjöttek. Azonban nem lehetett látni, mivel emögött a védőhüvely mögött voltak. Szerencsére nem kezdtem el azonnal kicserélni a mikrokapcsolót, ahogy első gondolatom volt, hogy talán az hibásodott meg, hanem szétnéztem a Facebookos Ruris csoportban, és ott mondta egy csoporttársam, hogy neki is hasonló jelenség volt, amikor itt az olajőr környékén egy vezeték elszakadt. Most megy a motor, és a szokásokhoz híven megpróbálom leállítani. Látható, hogy orvosoltuk a problémát. Most még így hagyom, aztán majd bebújtatom ide a védőhüvely mögé, és vissza nyomom a helyére. Akkor majd tökéletes lesz. Ennyit szerettem volna ma megmutatni. Remélem, hogy tudtam segíteni néhányotoknak, akiknek hasonló problémái lennének. Köszönöm, és ne felejtsétek, a biztonság mindenek előtt.